Mesterséges intelligencia, virtuális valóság, 3D nyomtatás. El tudják ezt képzelni a gerincgyógyászatban? Ez nem egy sci-fi, hanem már a valóság. Egy a világ élvonalába tartozó magyar kutatócsapat folyamatosan keresi a legújabb mérnöki újításokat, hogy azokat az orvostudományban is kamatoztassa. Egy gerinc probléma megoldására ebben a laborban már egy komplex számítógépes modell készül a páciens anatómiájának és betegségének megfelelően. Ezt a CT, illetve az MR felvételekből állítják össze, létrehozva tulajdonképpen az érintett terület digitális sikerpárját. Ezen aztán lehet olyan szimulációkat végezni, aminek az eredménye felhasználható a gyógyítás során. Ezek a modellek az egyes műtéti kezeléseknek a várható eredményességét tudják megítélni. Kiválasztható, hogy melyik műtét milyen biztonsággal, milyen várható stabilitást biztosít az operált gerinc szakaszon. Az egyes fázisai ennek a műtéti megoldásnak, vagy magának az alapbetegségnek megjeleníthetőek virtuálisan, de maga fizikai valóságban is 3D nyomtatási technológiával elkészíthetőek ezek a komplex anatómiai problémák. A kinyomtatott 3D modellek egyrészt segítik a beteg kommunikációt, de másrészt a sebésznek is komplex esetekben nagyon nagy segítséget nyújtanak. Erre pedig egyre nagyobb szükség van. A gerinccel kapcsolatos problémák népegészségügyi kihívást jelentenek. Egyre több ilyen jellegű probléma jelentkezik mind a nyugati társadalmakban, mind Magyarországon. Azáltal, hogy a várható élettartam az elmúlt évtizedekbe emelkedett, ezáltal az időskori gerinc problémák száma is növekedik, de a fiatal aktív populációnak az ülő életmódjához kapcsolódó gerinc problémák száma is emelkedik. Nézzünk egy konkrét példát. Itt egy daganatos betegség érintette a páciens kereszt csontját. A sebészek számára pedig az a kihívás, hogy hogyan lehet úgy elvégezni a beavatkozást, hogy az ízület ne sérüljön, és a beteg később is tudjon járni. Ugyancsak 3D nyomtatás technológiával létre lehet hozni egy olyan sablont, ami ráhelyezhető az adott betegnek az anatómiájára. Műtéti körülmények között ezt rögzítjük, hogy ne mozduljon el, és a műtét során használt vágóeszközt úgy vezeti meg a térbe, hogy előre megtervezett virtuális terv mentén haladva el tudjuk távolítani a daganatos elváltozást, ugyanakkor a betegnek az ízülete, ami a keresztcsont és a medencelapát közt van, megmarad. A labor koncepciója, hogy hidat képez az orvostudomány és a mérnöki tudományok között. A mesterséges intelligencia felhasználásával például kapaszkodjanak, több tízezer munkaórát tudnak megspórolni a kutatók. Van olyan projektünk, ami még kutatási folyamatban, tehát kutatási fázisban van, amivel egyénre szabott nyaki beültethető protéziseket tervezünk. Ezeknek az eszközöknek a kialakításában a mesterséges intelligencia több százezer vagy millió design variációból tudja kiválasztani a legoptimálisabbat. A mesterséges intelligencia az a kutató munkáját egyre eredményesebben egészíti ki, nem helyettesíti, de kétségtelen, hogy adott esetben egy-egy munkafolyamat, ami adott esetben fél év, egy évig is eltarthatott, a mesterséges intelligenciával adott esetben hetekre vagy napokra csökkenthető. Ez pedig talán mondani sem kell, a betegek számára is jelentős életminőségjavulással jár.